hanem bizony össze kell hívni stakeholder fórumokat, minden érdekeltet leültetni egy asztal köré, és alaposan megbeszélni a szabályozási koncepcionális elemeket. Megint össze kell gyűlni, amikor a hatástanulmányokat végre láthatjuk. Én 20 év alatt egyetlen jogszabály hatástanulmányát nem kaptam meg civil szervezeti vezetőként. 20 év alatt egyetlen kormány nem tudta azt megtenni, hogy hatástanulmányt mellékelt volna az adott jogszabályhoz. Tegyük fel, hogy voltak hatástanulmányok, ebben se vagyunk minden esetben biztosak, ugye? Már ebben a kormányzati ciklusban is el lehet mondani, hogy ez abszolút hiányzik, pedig ez nekünk meg lett ígérve már a kormányprogramban is, hogy itt új jogalkotási kultúra lesz, de egyetlen kormány sem tudta ezt a feltételt kielégíteni. És amikor már a hatástanulmányokat is láttuk, és ugye a stakeholder fórumok is véleményt mondtak róla, és a véleményüket megpróbálták becsatornázni ebbe a folyamatba, sőt, hát nehogy Isten, állampolgári tanácsokat is lehetne összehívni különböző delegációs mechanizmusokkal, lehetne nyilvános vitákat szervezni mindenféle honlapokon és fórumokon, és ezeket a technikákat nem is érdemes szerintem elmulasztani, hiszen borzasztóan komoly inputokat kaphat a kormányzat az egyes jogszabályok előkészítéséhez. Mindezek után lehetne a kodifikációhoz hozzáfogni. És mindezek után lehetne a már kodifikált szöveg ismeretében újra lefolytatni ezt a bizonyos vitát, és ekkor kezdődhetne a közigazgatási egyeztetés. Ezután kerülhetne be a parlament rendszerébe az adott jogszabály, és nyilvánvalóan a jogalkotás határidejét illene betartani, nem úgy, ahogy eddig tettük. A stratégiai gondolkodásról már ejtettem szót, tehát ez nekünk nem nagyon megy. Készültek ugyan stratégiák az elmúlt 20 év alatt, akár csak azon a területen, ahol én dolgoztam a környezetvédelem területén számos tekintetben. Ezek soha nem voltak kellően megvitatva, soha nem voltak rendes társadalmi vitára bocsátva, és ennek megfelelően nem is alakulhatott ki ezekkel kapcsolatban valamiféle társadalmi közmegegyezés. Márpedig, ha nincsen társadalmi közmegegyezés, és tegyük hozzá, a politikai osztály sem tudott egymás között megegyezni ezeknek a céloknak a jóságában és követhetőségében, akkor megette a fene az egész folyamatot. Akkor a fióknak készítettük ezt a stratégiát, biztos néhány cég, tanácsadó cég kapott érte pár millió forintot, erre is láttunk jó néhány példát az elmúlt két évtizedben, de nem tudtuk a stratégiáinkat konszenzussal elfogadni, és azután nem eszerint cselekedtünk. Egyetlen példát hagyd mondjak, nagyon nagy nehezen készült valami nemzeti fenntartható fejlődési stratégia, amiből valami gyenge kormányhatározat lett a végén, a parlament azt nem is látta, és azóta sem tudunk ennek szellemében cselekedni, és nem tudjuk ennek alárendelni az összes többi ágazati stratégiánkat. És most nem valami környezetvédelmi dumáról beszélek, hogy fenntartható fejlődési stratégia, az egész társadalmat átszövő fenntarthatóságról van ebben szó. És hogyha ezt egyszer végre sikerülne rendesen megalkotni, mint ahogy zárójelbe jegyzem meg, mióta itt ülünk, még a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsot egyszer sem sikerült összehívni, pedig minden frakció delegál oda tagot. Hogyha nem tudunk egy ilyen fenntartható fejlődési alapirányban megállapodni, akkor nem lesz itt társadalmi egyeztetés, és nem lesz olyan jogalkotás, ami mindenkinek az örömét szolgálja, és egész biztos, hogy nem tudunk túllépni a 4 éves kormányzati ciklusok adta borzasztó kereteken, és nem tudunk egy konszenzusos pályára állni, és nem tudjuk megtenni azt, hogy tartamosan 10-20 évig egy irányba megyünk, és amíg nem tudunk politikai konszenzussal hosszú ideig egy irányba haladni, addig nem lesz ebből az országból és demokráciából semmi. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Megkérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni? Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem a kormány képviseletében jelenlévő Répási Róbert államtitkárt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra, jelző, hogy igen, önni a szó, államtitkár úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Nem vállalkozok arra, hogy minden elhangzott felszólásra válaszoljak, már csak azért sem, mert a vita egy bizonyos részében meglehetősen hát a tárgytól eltérő politikai vita zajlott, és ezeknek csak részben szeretnék válaszolni, annyiban, amennyiben a jogalkotási törvénnyel összefügg. A
A Szocialista Párt vezérszónoka Ipkovics György felrúgta, hogy a törvényjavaslat a visszamenőleges hatálytilalmát tartalmazza, holott ugye a tegnapi napon az Alkotmánybíróság döntést hozott, de arra hívnám fel Ipkovics György figyelmét, hogy olvassál alaposan az Alkotmánybíróság határozatát, ugyanis nem a visszamenőleges hatálytilalma miatt minősítette a alkotmányellenesé. Tehát a tegnapi döntés véletlenül sem függ össze a visszamenőleges hatálytilalmával. Mások is említették ezt a témakört, de ez jó, hogyha tisztázzuk, hogy ennek nem volt tegnap ilyen köze. De a tegnapi döntésnek nem volt köze a mai törvényünkhöz. Sós Tamás képviselő úr alapvetően politikai természetű vádaskodásba kezdett. Van annak valami diszkrét bája, amikor az MSZP a védelmébe veszi az Alkotmánybíróságot. Azért itt a teremben ülők és az országban élők nem szenvednek kollektív amnéziában, tehát pontosan emlékeznek rá, hogy Gyurcsány Ferenc milyen véleményt alkotott az Alkotmánybíróságról, amikor például az úgynevezett szociális népszavazást átengedte az Alkotmánybíróság, vagy amikor például az úgynevezett gyűlöletbeszéd törvényt elutasította az Alkotmánybíróság. Tehát pont ő az, akinek semmi joga megszólalni az Alkotmánybíróság védelme érdekében, hiszen ő volt az a szocialista politikus, aki durván támadta az Alkotmánybíróságot. Jobbik képviselője, vezérszónoka Berta Szilvia asszony az önálló képviselői indítványokkal kapcsolatos egyeztetést vetette fel, és ez nagyon sokszor felmerült más hozzászólásban is. Szeretném leszögezni, hogy ezt a kérdést nem lehet kormánypárti önálló képviselőindítvány és ellenzéki önálló képviselőindítványokra szétválasztani. Amennyiben önöknek az a javaslata, hogy általában az országgyűlési képviselők törvénykezdeményezési jogát valamifajta egyeztetési kötelezettség korlátozza, akkor tegyenek ilyen módosító javaslatokat. Én ezt nem szívesen tennék ilyen módosító javaslatokat. Én azt gondolom, hogy az országgyűlési képviselők törvénykezdeményezési joga az annyira része a parlamentarizmusnak, hogy azt nem lehet különböző megkötésekkel, különösen nem lehet kormánypárti vagy ellenzéki képviselőkre eltérő szabályok alkalmazásával nem lehet megkötni. A jelenlegi szabályaink szerint a képviselők törvénykezdeményezési joga az független attól, hogy ők valakivel egyeztettek-e. Nyilván a jobbikos képviselőknek is visszafordíthatnám azokat a érveket, amelyeket a vezérszónokuk mondott. Vajon az önök által benyújtott önálló képviselő indítványokat kivel, hányszor, mely szervezetekkel egyeztették? Nyilván önök is azt mondják, hogy nagyon sok emberrel egyeztették. Az a helyzet, hogy mi is így vagyunk a saját önálló képviselő indítványunkkal, hogy nagyon sok emberrel egyeztettük ezeket a javaslatokat. Legalább annyira alapos egyeztetést folytattunk, mint a jobbikos képviselők a saját önálló képviselő indítványaikról. Tehát nevessük egymás személyre azt, hogy az önálló képviselő indítványoknak mi a társadalmi támogatottsága, hiszen ez egy törvénykezdeményezési jogból, a képviselői törvénykezdeményezési jogból fakad, ezért én a jövőben sem tanácsolom önöknek, különösen a parlament ellenzéki oldalának nem tanácsolom, hogy az egyéni képviselői indítványok tekintetében valamifajta adminisztratív akadályt, mondjuk egy egyeztetési kötelezettséget írjanak elő, mert akkor saját maguk se fogják tudni gyakorolni ezeket a előteresztő jogokat. A legmélyebb ütés számomra, és azt hiszem, hogy Rétvári Bence államtitkár úr számára is az volt, hogy Sós Tamás úr a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvényt azt valamilyen szakmailag borzalmasnak és szakmailag alkalmatnak tartotta. Na most én alaposan áttanulmányoztam az önök módosító javaslatait, és megpróbáltam megnézni, hogy milyen szakmai magasságból bírálják ezt a javaslatot, és szeretném a képviselőtársaimnak az egyik szocialista módosító indítványt idézni. A T/1382/23-as számot viseli, mely szerint stratégiai partnerséget kell kialakítani, mármint a jogszabályok előkészítésében stratégiai partnerséget kell kialakítani az országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok országgyűlési képviselőcsoportjaival, valamint a helyi és megyei fővárosi önkormányzatban képviselettel rendelkező pártok és társadalmi szervezetek önkormányzati képviselőcsoportjaival. Tehát értik, tehát a jogalkotónak stratégiai partnerséget kell kialakítania a jogalkotásban résztvevő pártokkal. Hát gratulálok, ez egy nagyon magas, röptű szakmai javaslat. Azt hiszem, hogy ezt a javaslatot, ezt a szakmai színvonalat
nem kellene az országgyűlésnek átvennie, amennyiben mégis úgy gondolják, hogy a módosító indítvány alkalmas arra, hogy az országgyűlés elfogadja, akkor támogassák. A kormány nevében mi valószínűleg nem fogjuk támogatni. Tisztelt képviselőtársaim, a javaslatainkról, tehát a két javaslatról, a két kormány által benyújtott javaslatról elég sok pozitív vélemény is elhangzott, és nem csak kormánypárti képviselők részéről voltak, akik üdvözölték a javaslatokat. Én nagyon megköszönöm azt, hogy a legtöbb hozzászóló az tárgyalagosan a szakmai vitában részt vett, és tárgyalagosan ezek szerint alkalmasnak találta a javaslatokat arra, hogy az országgyűlés megvitassa, még ha bizonyos módosító indítványokat előterjesztenek is, akkor is van értelme a jogalkotásról új törvényt alkotni, és van értelme a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről törvényt alkotni, nem csak azért, mert december 31-ével ez a kötelezettségünk, tehát az alkotmányos mulasztás állna be, hogyha nem alkotnánk ilyen törvényt, most a parlamentet értem az alkotmányos mulasztás elkövetőjének, hanem nem csak azért kell ilyen törvényt alkotni, mert az Alkotmánybíróság ezt kimondta, hanem azért, mert ez a két jogszabály, ez előremutatóan 21. századi módon, szakmailag megfelelő módon rendezi a jogalkotás eddig vitatott vagy vitatható kérdéseit, és most már törvényerővel írja elő azokat a szabályokat, amelyre önök sokat hivatkoztak, de ezek sosem voltak a törvényekben leírva, most már a törvények kötelezik az országgyűlést és minden jogalkotót arról, hogy betartsák ezeket a szakmai szabályokat. Ami pedig azt illeti, hogy ennek a törvénynek a megszületése előtt, tehát a új országgyűlés megalakulása óta eltelt időben milyen törvények születtek itt az országgyűlésben, én azt szeretném az önök figyelmébe ajánlani, hogy ezek a törvények minden esetben az alkotmányos jogszabályoknak megfelelően születtek meg, tehát sem alkotmányt, sem házszabályt, sem más jogszabályokat, jogalkotási törvényt nem sértett meg az eddigi jogalkotás. Azaz számon kérni az eddigi jogalkotáson azokat a szabályokat, amit csak a jövőbeni törvény, a jövőben hatályba lépő törvény tartalmaz, ez nem indokolt és különösen nem méltányos ilyen körülmények között. Tehát a jogalkotás eddig is alkotmányos és törvényes mederben zajlott az országgyűlésben, és remélem, hogy a jövőben is így fog zajlani. Ez a két törvény segíti a jogalkotás minőségi szabályainak javítását, a jogalkotás minőségének a javítását. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, mivel mindkét előterjesztéshez módosító javaslatok érkeztek, ezért a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára a következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt országgyűlés, soron következik az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi 80. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A törvényjavaslatot Téper 1380. sorszámon megismerhették. Most az előterjesztői expozé következik, megadom a szót Répási Róbert közigazgatás és igazságügyi államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának 25 perces időkeretben. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Nem fog a előterjesztésem 25 percig tartani, hiszen a törvényjavaslat terjedelme nem indokolja ezt. Tisztelt elnök úr, talán közismert, hogy az 1989. évi nemzeti kerekasztal tárgyalások a jogállami alkotmánymódosítás kidolgozása során az ügyészség alkotmányjogi helyzetéről való döntést nyitva hagyták, azt a Magyar Köztársaság végleges alkotmányának előkészítőire bízták. Az új alkotmány elfogadása hiányában azonban máig fennmaradt az a sajátos helyzet, hogy bár az ügyészség a kormánytól érdemben függetlenül működik, a legfőbb ügyész megválasztása és az ügyészségre vonatkozó törvények elfogadása egyszerű többséghez kötött maradt. Így valójában a kormánytöbbség választ legfőbb ügyészt és fogadja el az ügyészség jogállását meghatározó törvényeket, továbbá fennmaradt a legfőbb ügyész interpellálhatósága is. Ezek az